685 diákkal, tanárokkal és kísérőszülőkkel telt meg a templom az Árpádházi Szent Margit általános iskola és az 5. István katolikus szakközépiskola és gimnázium közös ünnepi szentmiséjén. A legkisebbek megilletődve vették át a város emlékcsengőjét a tanévnyitón, ám a szüleik talán még jobban izgultak az első tanítási napon. Ő nekem már a második gyerekem. De ő is másabb típusú, és ő egy kicsit izgulósabb. Tehát egy kicsikét félelemmel is, meg örömmel is. Vártuk az első napot, hát ez egy anyának mindig a nagy lelki dolga. Hát nagyon remélem, hogy minden menni fog. Hát az anyagi oldala, hát ugye, mint tudva lévő dolog, mindenből a legjobbat szeretnénk megvenni, ami elég sokba is kerül, de igyekszünk mindent megadni. Aztán reméljük, hogy minden úgy fog alakulni, hogy örömmel és boldogsággal fog telni az első évünk. A szülők bizalmát köszönte meg tanévnyitó beszédében az intézmény igazgatója is. A középiskola idén 4-9. évfolyamos osztályt indít. És különösen szép eredmény, hogy a 9. osztályban 4 első osztályunk van. Ugye egy gimnáziumi osztály, egy informatikus osztály, egy ügyviteles osztály és egy közgazdász osztály. Számunkra ez nagyon nagy eredmény, és köszönjük szépen a bizalmat a szülők részéről, illetve hát az Árpádházi Szent Margit általános iskolába is, ugye a elsősöke 26 elsőssel elkezdődhetett a tanév, ott is nagyon szépen köszönjük a szülőknek a bizalmát, támogatását. A tehetséggondozás jegyében telik majd ez a tanév, hangsúlyozta még az igazgató. Ennek érdekében a szakkörök és a tanórán kívüli foglalkozásokat vezető pedagógusok mellé tehetséggondozásért felelős tanárokat nevezett ki az iskola vezetés. Külön tehetséggondozásért felelős szakemberek lesznek, akik a szaktanárok és az osztályfőnökök munkáját segítve azon fognak dolgozni egész évben a két intézményben, hogy minél több diákból nyilvánvalóan azon a területen, ahol tehetséges, minél több eredményt hozzanak ki, tudjanak elérni. A tehetséges gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztésére az iskolai sakkoktatás bevezetését is tervezi ebben a tanévben a katolikus általános iskola.